Most a karácsony ajándékot, amit gondoltunk. De akkor, amikor a nehézségben vagyunk, akkor megláthassuk azt, hogy igenis, az Úr Jézus nevével megnyerhettünk mindent. Lehet, hogy úgy gondolod, fiatal vagy, vagy lehet, hogy ti gyerekek vagyok. Hát még ezzel várni kell. Nem sűrűs nekem annyira havarni az Úr Jézust a szívembe fogadni. Még itt van apu, itt van anyu, van ki egy szaladon, tudnak segíteni. A fiatalok lehet azt gondolják, hogy hát, itt van a gyülekezet, itt vannak a szomszédok, itt vannak a barátok, bárki ez lehet szalad, ugye, hogyha baj van. Középkorúak is gondolhatják, hogy hát itt vannak a sok testvérek, hát bárki segít, bármikor. És lehet, hogy sokszor nem előzik az Úr Jézusnak a nevét, nem érzik a Jézust a szívünkből. De ahogy öregszünk, és hogy telik az idő, látom az időseknél, hogy egyre jobban már a külső segítség, mint hogyha már nem is annyira fontos. Mint hogyha már a külső segítség már nem volna elég. Hogy közelednek a Jordánhoz, a halál ötéhez, egyre jobban érzi az ember azt, hogy ezek mind nem lesznek elég oda. Mi lesz oda elég? Hát, hogyha Jézus a szívünkben van. A cselekvő Jézus. Az, aki cselekedni akar bennünk, fiatal korban, időskorban. És az a cselekvő Jézus, aki majd át akar bennünket vinni. A Jordánon, énekeljük az énekünkben is. A halál bőrén. Sok idő is már elkészül. És legyen ezért áldva az ő szent neve, hogy időskorban még van lehetőség, és van alkalom. De hadd legyen a fiataloknak is, a középkoroknak is erre lehetőségük, és szálljunk időt, készüljön. Úgy, ahogy az Úr Jézus eljövetel előtt 400 évig készültek, vártak valamire, mi is az ünnepeltük az adventet, a négy hétben vártuk, ugyanúgy most is az a várakozás nem jön a szívünkből. Ha elmondjuk a karácsony, akkor vihessük magunkba Jézust, és tovább várhassuk őt. Hát én ezt kívánom mindenki számára, hogy amikor elmegyünk innen, akkor vigyük magunkba. Vigyük magunkba ezt a cselekvő Jézust, és hadd munkálkodjon ő a mi szívünkben. Mert ő a királyokhoz első. És ha valami érdemes dicsőíteni és magasztalni, az csak is ő. Szeretném még megkérni azokat, akiknek van beteg hozzátartozójuk. Vagy akik úgy jöttek ide, hogy tudják, hogy odahaza hagytak valakit, és talán úgy telik ott a betegségben a karácsony, hogy olyan elhagyatottnak, olyan nehéznek érzik. Szeretném a hozzátartozóknak mondani, hogy vigyék üdvözletünket. Mikor hazamennek, akkor mondják el azt, hogy a gyülekezet üdvözli őket, és kívánjuk azt, hogy ez a cselekvő Jézus ott legyen a szívében, akkor is, amikor betegség van, akkor is, amikor nehézség van. És ha tudjuk így magasztalni a mi Urunkat, itt a gyülekezetben is, és akár odahaza mindig. Amen. Imádkozni fogunk, és lemorulunk, hogyha valakik szeretnének imádkozni, akik talán úgy gondolják, hogy az Úr Jézust eddig kibírhatták, szeretnék most a szívbe fogadni, vagy lehet, hogy gyakran van, úgy gondolják, hogy gyakran nem engedik azt, hogy az Úr Jézus az ő szívébe legyen, hát meg lehet kérni, hogy Uram, jöjj ezen a szívembe, maradjál ott, legyél ott. Szívem rád, Úr Jézus, dicsőd király, hogy énekeltük az előbb. Hát hadd legyen ez mindannak az éneke és imádsága. Ketten, hárman, akik szeretnének imádkozni, a borulj és imádkozni. Az indulat uralkodik bennem mindenkor, ami
Mielőtt éneket énekelünk, ha van még kijelenteni való, akkor kérjük azokat, akik szeretnénk közölni valamit a gyülekezettel. Ne felejtsük el, hogy holnap este akkor nem lesz összejöttünk. Thank you.
Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek és együtt ünnepelhetünk, akik részt vállaltak a szolgálatokban, gyerekek, fiatalok, énekkar, zenekar, és bárki, aki szolgál az Úrra. Legyen ezért is állva szent nevet az Úrnak, és örülünk annak, hogy bekapcsolódhatunk mi is a mennyei karba, akik már ott dicsőítik Isten, hát így dicsőítsük őt. És zárva ezt fogunk énekelni, és utána pedig majd igyős. Utána pedig idős elefantást kérem, hogy befejezze a szívetünket. 502-es éneket a hitvallósból.